Köszöntöm a nézőket! Mutatunk egy nagyon-nagyon szép videoklipet. Az alkotók közül először csak két nevet mondok, a többiek neve ott lesz a végén a stáblistán, de muszáj megemlíteni, hogy a szöveget Kis Péter írta, és aki előadja, Pap János színművész. Most nézzük meg ezt a videoklipet. A vasajtó bezárt, a nézőtér sötét, az ügyelő se szól, a mikrofon baré. Pár elsárgult plakát szerte szét hever, de senkit már nem érdekel. Kihúnyt lámpasor a páholyok felett, vakon bámulja a kopott díszletet. Falnak dőlt a seprű, porfészekben áll, egy új lapáttal randevúzna már. Lement a függöny, tovább alszik még a színpad. Áll a forgó, és nem moccan, nem ringat. Vajon ki tudja, hogy lesz-e változás, ha jön egy újabb felvonás? Rómeó se vív Tibáltal csatát, home office-ban van a Capulet család. Levette jelmezét a szegény Lír király, a trónszéke a süllyedőben áll. Itt a virradat, már kúszik fel a nap, a híres rendező a homlokára csap, de hiába idézi Hamlet szellemét. Azt a hajnal zúr, a szét. Lement a függöny, tovább alszik még a színpad. Áll a forgó, és nem moccan, nem ringat. Vajon ki tudja, hogy lesz-e változás, ha jön egy újabb felvonás? Lement a függöny, tovább alszik még a színpad. Áll a forgó, és nem moccan, nem ringat. Vajon ki tudja, hogy lesz-e változás, ha jön egy újabb felvonás? És milyen lesz a folytatás? Közben arról beszélgettünk, de az kevés, hogy én tudom, majd most Pap János elmondja a nézőknek, hogy hogy jött ez létre. Itt egy fillér pénzmozgás nem volt, ezt tudom. Így van, mármint tiszteleti díjnak vagy gázsinak nevezett cucc emögött nem áll. Az alkotók egyikét sem úgy kérte fel a Péter, Kis Péter a dalszerzője, hogy... Fölhívott és mondta, hogy küldenék valamit? Igen, hogy volna egy dal, amit neked való lenne, küldd el. Elküldte a zongora alapot, és elküldte a szöveget. Én javasoltam néhány szövegmódosítást, mondom, Péter, itt prozódiában változtatni kéne. Itt ez a sor, ez közhelyes, ez ehhez valami más. És nem sértődött meg. Küldte az újat, ami szerintem jobb volt. És akkor
Jó, találkozunk egy korrepetícióra. Kivel találkozom? Fekete Marival. Aki a legendás Fekete Marival. A legendás Fekete aki Marival. Aki a főiskolán is tanított, dolgozott, és nagyon sok zenés műnek a résztvevője volt. Így van. Hát a Mari arra képes volt, hogy amikor a harmadéves vizsgánk volt, zárjelben mondom, én voltam Magyarországon az első tevje. A hegedűs a háztetőnek. Én láttam azt a vizsgát. Harmadéves vizsga, teljes keresztmetszete a hegedűs a háztetőnek, és mégpedig úgy, hogy Vámos tanár úr, Vámos László tanár úr hozott egy bakelit lemezt Londonból, New Yorkból, nem tudom, a teljes zenei anyaggal. Ezt levette zongorára a Fekete Mari, nyersben lefordította a szövegeket a Kern, és dalszövegekre átírta a Verebes. Akik osztálytársaim voltak. Én még ma is a Verebes Pistával szövegével tudom az óha gazdag lenni kezdetű a Pistánál. Ha vagyon, stb. Hát a te hangodra van ez kitalálva. Pistától, Pistának a szövegével tudom az egészet. Tehát akkor ott van a Fekete Mari. És akkor korrepetálunk, hogy valamikor ebből majd egy klip lesz. Kiderül, hogy meg tudja nyerni a doájenjét, a ma élő rendező, operatőr, társadalom legnagyobbját, a Marton Fricit meg tudja nyerni. Aki szintén ingyen és bérmentve. Szintén elkészíti belőle a forgatókönyvet. A Centrál Színház ad teret neki. Mert ahogy, hogy az ahogy, a te anyaszínházad. Az én anyaszínházad. És akkor egyszer csak összeáll egy történet, ami hát ennyi jó szándék nem szokott szülni jót. Hát én hozzáteszem, ennyi tehetség, jó szándék. És az a különös benne, hogy nem születtek benne ellentmondások, villongások, amik a jó szándékokat is tönkre szokták tenni. Itt nem volt ilyen. Itt mindenki tudta, hogy ezt meg kell csinálni, mert ez valami érték. De nézzük is rendesen a YouTube-on, úgyhogy... Hála a jó Istennek. Ez egy keserű dal. És hogyha kérdezik tőle, hogy miről szól pontosan, tessék, kiki a maga élethelyzetéből egy olyasmit ráhelyezni, aminek ez megfelel. Legyen az egy szerelem vége, legyen egy kész dolog, és akkor most hogyan tovább? Minden a politikától legyen az politika, kezdve. Legyen egy választás utáni csalódottság. Nagyon sok mindent mögé tud gondolni az ember, tehát hordoz egy olyan általános érvényű igazságot, szépen elmondva, szépen megfogalmazva, a maga sejtelmességével, és mégis a mélyen ott ég benne az igazság. Hát engem nagyon megérintett, már nem tudom hányszor megnéztem. Amikor a vidékről felkerültél a főiskolára, rögtön jól érezted magad, vagy fura volt ennyi pesti srác között, meg lány között? Nagyon fura volt. Egyedül voltam vidéki, pontosabban ketten voltunk vidékiek, de hát Kecskemét az nem vidék, az egy város, ha azt nézzük, ahonnan a Piros Ildi jött, a többiek mind pestiek voltak. És mind gyakorlatilag naponta jártak színházba. Én meg falusi, Somogy megyei, Miklai, Berzsenyi falujából származó kölyök, összesen 5 színházat. Profi színházi előadást láttam, amikor a felvételire jöttem, méghozzá egy nagyon-nagyon-nagyon kemény tájszólással, ami egy év alatt egyébként kikopott, úgyhogy észre se vettem, és kikopott a tájszólásom. De a többieknek a színházhoz való viszonya az egész más volt, mint az enyém. És az ijegységem az nem azt jelentette, hogy féltem volna színpadra lépni, vagy kinyitni a számat, vagy valamit mozdulni. Csak, hogy is mondjam, várakoztam, hogy most mi lesz. Ez egy ilyen furcsa begúbózásnak tűnt, de szerencsére az osztály olyan volt, olyan ereje volt a mi osztályunknak, akik engem
dolgozott az osztály az osztályterembe. Én meg ültem a nagyon széles ablakában az osztályteremnek. Ültem, és magamba mértem. És akkor kirángattak engem az osztálytársaim. És bevontak, és egy fél év után ez is feloldottál. Igen. Centrál Színházba vettétek föl ezt a videoklipet, ami most az anyaszínházad, most már elég régóta. Nagyon régóta. Meglepő, hogy én már... Miért meglepő? Azért, mert jó szerepeket játszol. Én hamar el szoktam jönni onnan, ahol nem érzem jól magam. Hát volt, kétszer voltam Madácsban is, ugye? Igen. 7 év Madács, 3 év Veszprém, 7 év Madács, 3 év Győr, akkor egy szabadúszó időszak, és akkor 2005-ben meghív a Puskás Tamás, hogy legyek a színháznál, és ez azt jelenti, ha lefordítjuk az előbbi gondolatot, tovább viszünk, hogy ott jól érzem magam. Ahol nem jól éreztem magam, én onnan eljöttem. A függően attól, függetlenül attól, hogy utána miből fogsz megélni, mi lesz az... Nem féltem ettől. Valahogy ugyanolyan vakon mentem bele, mint a főiskolai felvételibe. Hát mit tudtam itt 18 éves falusi gyerek, hogy mi az, hogy Várkonyi Zoltán osztályában tanulónak lenni, aztán egyszer majd színésznek. És miért gondoltad, hogy színész akarsz lenni? 5 színházat láttál, nyilván tévét néztél. Volt valami... Kinőtt be. Olyan volt a közeg, tehát Nikla, Berzsenyi faluja, azért az egyfajta szellemiség. Az egyfajta alap. Még ma is, amikor az én szeretett Niklám, aminek 1200 lakosa volt még, amikor én gyerek voltam, most meg 800, és anyám volt a szülésznő a faluban, amikor mi oda költöztünk 4 éves koromban, tehát 14 évet töltöttem Niklán, amikor aztán felvettek a főiskolára. Apám erdészként dolgozott, erdész munkakörben, jól lehet végzettsége, csak erdészeti szakmunkás volt. De olyan erővel hatottak a falura az én két szülőm, apám, anyám, hogy amikor meghaltak, akkor egy szobrot állítottak nekik. Egy fa szobor áll a T-alakú Nikla T pontjában. Tehát a szüleim adtak egy példát, az a falu, amiben Berzseny szellemisége hat, adott egy példát. Az, hogy ott mindenikben bemutattak azért a felnőttek egy színdarabot, a gyerekek egy színdarabot. Te is játszottál? És akkor én abban benne voltam, és most voltam éppen oda az a falunapon. Ezt akartam kérdezni, hogy hazajársz. Éppen most voltam ott. Van nekem egy karitatív egyesületem, úgy hívják, hogy Közel a Part Egyesület. És karácsony előtt például, amikor tartós élelmiszert gyűjtünk egy adott helyen, miközben az ország 200 különböző helyén gyűjtik, már több mint egy évtizede első helyezettek vagyunk. Most is 6 tonnát gyűjtöttünk, és egy szabolcsi faluba, Gerincsre, az én falumban Niklára több száz családnak és juttatjuk. És hogy gyűjtött? Hogy szed? Ebben a kis egyesületben, akik vagyunk, az élén a dolognak most Oszkai Ritának hívják, egykori rádiós szerkesztő-rendező Rita, ő a szervezésben, aki összefogja ezt a csapatot, és aztán mindenki megteszi a magáét, és ez a 11-néhány ember olyan szervezettséggel csinálja ezt a dolgot, nem úgy, hogy áll a kapuba, és akkor nem, hanem rábeszéléssel, odafigyeléssel, elbeszélgetéssel, akik jönnek be, és negyed óránként én vagy a színész kollégáim, aki ott van negyed óránként, bemondjuk a mi hangunkon, élőben szólal meg a nagy... De jó. És akkor gyűlik, és akkor, mivel ez az élelmiszerbanknak az égisze alatt történik, de mivel mi ennyire jók vagyunk, bennünket az a tisztesség ért már meg, hogy nem a közösbe megy be, amit gyűjtünk, hanem mi oszthatjuk szét. És kapja Gerincs, kapja Nikla és egy budapesti kisegítőiskola. Na, ott tartottunk, hogy amikor ott hagysz egy színházat, már nem érzel jól magad, akkor nincs veszélyérzeted, hogy mi nincs. Lesz az egzisztenciál. Drága Csénémet Lajos, Isten nyugosztalja, mindig csodálkozom, hogy te úgy el tudsz menni. Nem félsz, nem. De nem botrányok. Nem.
Csak nem. Úgy eleged lesz. Igen. Vidéken alapvetően, tehát a kétszer-három év Veszprém, kétszer-három Győr. De egyszer-három év Veszprém, egyszer-három év Győr, tehát a kétszer-három év vidék. Miközben főszerepek sorát játszottam, nagyszerű szerepeket mind a két helyen. De azt éreztem, hogy három évnél több nincs benne, mert ki figyel oda? Senki. Nem akarok itt megöregedni. Szeretném, hogy addigban látva lássanak. Vidéken az ember eléggé takarásban van. Hát hogyne. Ez egy ilyen ország. Mert régen még csak-csak voltak vidéki színházik, nem csak-csak, voltak közvetítések vidékről. Közvetítések, és lejártak egymást nézni. A színészek is, meg a kritikusok is jártak vidéken. Ez ma nincs. Hát nem érzem. És a Centrálban jól érzed magad, tehát nem csak kényelmi szempontok vannak. Hát ott is jó szerepek, hát én nem tudom hányba láttalak, csupa jó jókat szerep. Jókat játszom a Centrálban, a legutóbbit azt talán minden eddigénél jobban szeretem, Alföldi Robi rendezésében Bíró Bence Magyar Tenger című színdarabja, ami egy olyan keresztmetszet, egy olyan szinte listázva a problémák, amik feszítik a mai magyar életet. Most itt nem társadalomról, nem politikáról, akik itt élünk, a bajaink szinte listázva sorra kerülnek egy családi összejövetelen. És mindezt humorral, kegyetlen igazságérzettel. Jövőre is megy, ugye? Nem jövőre, a következő évadban. Én következő évadban is. Nagyon bízom benne. Nem tudom, hogy összefügg-e azzal, hogy vidéken születtél, de hát te nagy természetjáró vagy. Híresen nagy természetjáró. Hány országba jártál? Hát úgy szám szerint meg nem tudnám mondani, tizennéhány biztos van. De ezek közül a legfontosabbak a több száz kilométeres hátizsákos gyalogtúrák. Kezdve az El Camino-tól a korzikai. Végigjártad az El Camino-t? Igen, ez végigjártam. Na de hát ezt hagyjál e pillanatban, most ahogy mi beszélgetünk. A négy unokám közül a kisebbik fiú unokával, a 12 éves Balázsral, ma teszi meg az ötödik napját az El Camino-n a feleségem. Mert elindultak tavaly... A feleséged és az unoka? A feleségem, aki a 68. évében van, a 12 éves unokával, tavaly megtette 200 kilométert, a fiú ragaszkodott hozzá, hogy folytassák idén, és most 500 kilométert fognak megtenni. Már százon túl és te itthonról drukkolsz nekik, mert közben minden ugye volt egy műtéted, azért nem tudsz. Volt egy csípőprotézis műtétem, igen. És mi volt a leghosszabb út, az El Camino? Te az azt végig jártad egy... Nem, annál hosszabb is volt. Idehaza. Annál... Idehaza. Mégpedig az országos kék kör. Ugye van a klasszikus, a másfél millió lépés, a Rockenbauer film alapján mindenki ismeri. A másfél millió lépés, de mivel ezen a klasszikuson túl megvan a Dunántúli kék és az Alföldi kék is, és ez szépen összeér, ez 2000, hogyha az eltévedéseket, szálláskeresést, stb. Azt is hozzávesszük, akkor megtettem 83 nap alatt 2666 kilométert. Érdezik. Szép hazánkban, szépen körben. Ez volt a legtöbb. Elindultam 118 kilóval is, hazajöttem 93-mal. Azt szép. Mi hajt? A teljesítmény, vagy az, hogy látni akarod, ahova mész, a tájat? Mi az, ami inspirál? Eszembe jut a most elhunyt hegymászónk, vagy az Erős Zsolt, aki ugyancsak nem olyan régen ment el. Suhajd a szélet. Suhajd, igen. Föltetszik ott is a kérdés, hogy miért, meg minek teszed ki magad, és nem gondolsz arra, hogy én azt hiszem inkább ösztönből fakad. Tehát nem ilyen elhatározás, hogy én meg akarom látni ezt, de oda el akarok jutni az Inka ösvényen, a Machu Picchut látni akarom. Nem az vitt oda, hanem Hiszen például abban az Alpok túrában is, nem a Machu Picchu volt, az egy turista látványosság. Csodálatos, de
hanem utána az uájúás ösvény, a napi 10-15-20 kilométer, de minden napra jut egy 4500 méteres hágó, és az Andok hegyeiben kettesben menni. Találtál egy olyan feleséget, aki ezt ugyanúgy szereti, vagy te szerettetted meg vele? Én szerettettem meg vele. Ő is sportoló volt fiatalkorában, és ő kajakozott, de szerelmünk hajnalán elvittem egy 100 kilométeres gyalogtúrára Csillaghegytől Esztergomig, át a Pilisen. De szerencsé, nem az én kezemet kért. és akkor ő beleszeretett. Beleszeretett, mert azért ez olyan, Csillaghegytől Esztergomig átszelni a Pilist. Reggel, amikor fölkelsz egy a kis sátradból és egy... Sátorban még csak, nem is egy panzióban? Nem. Hát ilyenkor és viszed a hátadon a sátrat is? Igen. Az országos kékkör is, amit említettem, 2600 kilométer, 83 nap alatt vittem a sátrat, tehát 18 kiló zsákkal, benne sátorral, hálózsákkal, egyebek. És tudod, az a baj, hogy ez a minap volt. Ez a minap volt, akkor voltam 60 éves. Most 75, és hát még azért bizakodom benne, hogy ez a csípőműtét majd lecseng előbb-utóbb. De azt mondod, lenni, hogy bringázni? De bringázni azt még tudok. A csípőműtét ellenére tudsz bringázni? Az kifejezetten jót tesz neki a bringázás. És milyen távokat teszem? 50-60 kilométer, az nem... Egy nap alatt? Igen. De azért elektromos, és amikor nagyon fáradt vagyok, akkor azért rásegít. De azért most nem sátrazol, ugye? Nem. Az már nem. Az most már a kutyáké. Miben láthatok? Hát most már nem nagyon láthatnak, csak a következő évadban, szeptember-októbertől, hogy miben láthat a közönség? A Centrálban még ott van a Network. Hó, az nagy előadás. Nagyon-nagyon szeretem, abban egy kisebb szerep van. Ott van a függöny fel, amit most a műtét miatt nem csináltam egy hát darabig, az 200 előadáson túl vagyunk. Az brutális előadás, szóval ott... Az... Úgy kacag a közönség, hogy nem hallani a végszót. Hát én tudom, hát majd leestünk majdnem a székről, Isten. És tudod, hogy miért jó az az előadás? Mondom a nézőknek is, hogy nagyon ügyesen balanszíroz a jó humor és a ripacskodás között. Igen. Tehát, Ez egy alapmű, ez a Michael Flynn egy alapműnek szánta, és az is. És miközben halálra kacagja magát az ember, de azért benne marad az előadásból valami fajta olyan kis, valami ott motoszkál a mélyén, valami én keserű tudom. Üzenet. Keserű, ezt akartam mondani, hogy azért nem felhőtlen ez a nevetés. Ugye borzasztó egyszerű a történet. Készül egy színdarab, próbálnak egy színdarabot, majd meglátjuk egy-két hónap múlva hátulról ugyanezt, amikor már konfliktusok vannak a szereplőgárdában, a társadalomban. Majd egy harmadik variációban, amikor az egész széthullott. Tehát egy jó szándék egyszer csak hogy válik semmivé, hogy válik gyűlöletté, hogy romlik el. Amortizálódik minden benne. És ezt is mutatja, ez a gyökere. És hogyha ezt nem játsszuk el, akkor hiába jön poénra poén, akkor azért nem marad belőle semmi. És nem mondjátok 200 előadás után sem? Van, aki igen, van, aki nem. De te nem mondod. Én nem mondom. Ezen kívül még van, ami beúráson volt, a Virágot Alcsernonnak a játékszínben. Azt láttam, nagyon szeretem, igen. Nagyon szeretem. Hogy Benedek Micutól vettem át azt a szerepet, 97. előadáson, de most már közeledünk a 150 fele. És van egy előadás, amit ugyancsak nagyon szeretek, az a Karinthy Színházban, a Lököttek. Azt nem láttam. A Lököttek, gyere el, nézd meg, az is egy keserédes történet. Az igazi történetek azok nem egyértelműen édesek vagy keserűek, hanem keserédesek. Ez a Lököttek is, hogy... Ezeket mind játszod jövőre, mondom a nézőknek. Igen. És új szerepről is szó van? Újról még nem tudok. Nem tudsz. De ugyan, ahogy kérdezted, hogy elmegyek, és elmegyek, mert várok valamit, vagy nem félek-e attól az újtól, amiben belelépek. Ezek már most 75 évesen pláne nem érdekelnek, hogy
mi lesz velem holnap, hogy milyen lesz a folytatás, hogy a kliphez visszatérjünk. Igen, igen, igen. Lesz folytatás. De, mert azért hangozik ez bármilyen ezoterikusnak is. Én az öröklétben hiszek, hogy amit teszünk, jót, rosszat, egyformán, az az idők végezetéig hat. Annak nem múlik el a hatása. Mint a tóval dobott kő hullámai a parton, nincs vége. Hát köszönöm, hogy itt voltál, és van, amit nem láttam, azt bepótolom, és remélem a nézőknek is kedvet csináltunk jó néhány előadáshoz. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra jövő héten.